ünnepségek, huszártoborzó kiállítás és emlékezés, a hosszú hétvége a 48-as eseményekről szól. Díjazott iskola, fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet viselhet ezentúl a Neumann iskola. Meghibásodás, távfővezetékeket kellett cserélni a szolgáltatónak a Váci utcában, szünetelt a fűtés. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulójára emlékezik az ország a hosszú hétvégén. Szombathelyen már ma megkezdődtek az ünnepségek. Hétfőn a gyerekeket várják huszártoborzóra a múzeumfaluba, március 15-én kedden pedig a város több pontján koszorúzással, ünnepi műsorral tisztelegnek a márciusi ifjak előtt. A víztoronyban sajtófotókiállítást és díjátadót rendeznek a Szabad Sajtó napja alkalmából. Az első felelős magyar kormány miniszterelnöke gróf Batthyány Lajos mellszobránál koszorúztak a megye és város vezetői pénteken délelőtt. Ágernőné a Vas megyei kormányhivatal főigazgatója, Majtényi László a Vas megyei közgyűlés elnöke, Marton László és Kondora Bálint alelnök, Balázsi Péter megyei jegyző, Nemény András Szombathely polgármestere, Horváth Soma és László Győző alpolgármester, valamint Szuhai Viktor tanácsnok hajtott fejet. A művészeti gimnázium tanárai és diákjai lassan negyed évszázada minden évben a Szent Márton temetőben emlékeznek a zömmel ismeretlen sírban nyugvó szabadságharcos hősökre. A Covid szünet után ismét bensőséges ünnepségre gyűltek össze a Hübner mauzóleumnál. Hübner János nemzetőr erdélyi Szász családból származott, később városi tanácsnok és téglagyáros lett. Az evangélikus templom építéséhez úgy adta olcsóbban a téglát, ha a tornya 48 méter magas lesz. Az ő házuk az ott volt, ahol most a könyvtár állítólag, és a kisöreg kiállt az ablakba, és jött az ifjúság, és éjjeneztek, hogy éljen a szabadság, és akkor a kisöreg kiállt az ablakba, és kiabálta boldogan önfelett, hogy Éllender haza, mert magyarul nem tudott. Még egy van? Két év kihagyás után hétfőn a Reményi Kiskola és a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület ismét megrendezi a huszártoborzót a Vasiskanzenben. A gyerekek belekóstolhatnak a tábori életbe, pontszerző huszárpróbán vehetnek részt, majd felavatják őket és még a labancokkal is csatázhatnak. Március 15-én kedden tartják a hagyományos városi ünnepségeket. Délelőtt 4:10-kor megkoszorúzzák Petőfi Sándor szobrát, majd átvonulnak a március 15-e térre, ahol felvonják a nemzeti lobogót és ünnepi műsort adnak. Ezután a múzeumparkban Nemény András polgármester mond ünnepi beszédet, és Horváth Boldizsár szobránál hajtanak fejet. A megemlékezés helyszínei körül időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. Lezárják a Sörház, Hollán Ernő, Kiskar utcát, az Ady tér környékét, a Petőfi utcát, a március 15-e tér körüli utcákat és a Király utca, Petőfi utca és Mártírok tere közötti szakaszát, valamint a Szélkálmán és a Veselényi utca érintett részét. Délután 3 órától a víztoronyban tartják a 12. szombathelyi sajtóünnepet. Díjazzák a fotópályázat legjobb alkotásait, amelyekből kiállítás is nyílik, és első alkalommal adják át a Szombathelyért sajtódíjat. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet nyert el a Neumann János Általános Iskola. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatának ünnepélyes díjátadójára Budapesten került volna sor, de a járványhelyzet miatt szűk körben, itt Szombathelyen tartották a ceremóniát. Fontos cél a Neumann János Általános Iskolában, hogy fiatalok mindennapi életébe beépüljön a környezetvédelem, a tudatos fogyasztás, a vásárlói szokásokat és a médiatartalmakat is beleértve. Ezért is nyerhették el a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Az ünnepségen Kis Geosics Beatrix intézményvezető és Vas megye fogyasztóvédelmi vezetője Császár Eszter köszöntötte az egybegyűlteket. Nekünk nagyon fontos, mert az iskolánk örökös ökoiskola, a környezet és természetvédelem központi szerepet kap a nevelésben, az oktatásban, és úgy gondolom, hogy a tudatos fogyasztó az környezetet véd, természetet véd, és még nagyon
sok mindenre odafigyel. Például a tudatos internet felhasználása, a tudatos reklám kezelésre. Odafigyel a fogyasztó arra, hogy tudatosan vásárol. Vannak még jó emberek, féljen, nem kell. A negyedik osztály tanulói Horvátné Tóth Tímea tanárnő felkészítésével adtak elő egy rövid történetet a környezetvédelemről, melyben békák, szemetelő és környezetvédő emberek is megjelentek. Az ünnepségen elhangzott, elődeink is a természettől kértek, de csak annyit, amennyire egy ebédre elég. Az iskola eddig is nagy hangsúlyt fektetett a fogyasztói tudatosság erősítésére. Helyes média használat és a digitális világ még jobb megismerését tartalmazza egyrészt, valamint azt, hogy fogyasztó tudatosságra nevelősi tevékenységeink tanórán belül, illetve tanórai kereteken kívül vetélkedők, versenyek szervezését, és hát amiben mi az összes szempont közül jeleskedünk, az a környezeti nevelés. Új vállalásokat hoz a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola titulus az Örökös Ökoiskola címet évekkel korábban elnyert intézmény számára. Együttműködnek különböző szervezetekkel, mezőgazdasági vállalkozásokat ismertetnek meg a diákokkal, mindenről pedig éves beszámolót küldenek az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé. A Derkovics lakótelep több utcájában szünetelt ma a távhőszolgáltatás, kiukadt egy távvezeték. Munkácsi díjjal ismerték el a nyugalmazott szobrászművész Veres Gábor munkásságát. Megjelent a Szavária Fórum eheti száma. Rövid hírekkel folytatjuk. Több órán keresztül nem volt fűtés és meleg víz a Váci, Paragvári, Dr. Szabolcs Zoltán és Benedekelek utcák bizonyos részein. Hajnalban lyukadt ki a Váci Mihály utca 35 előtt a távhővezeték. A szolgáltató munkatársai kivágták a régi meghibásodott csőszakaszt és újjal pótolták. Délutánra helyreállt a szolgáltatás. A munkálatok idején szünetelt a fűtés és melegvíz sem volt az érintett környék lakásaiban. A Váci utcai intézményekben, az óvodákban, bölcsödékben, iskolákban, az öregek napközi otthonában, valamint az orvosi rendelőben és az ABC-ben is. Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsi Mihály díjban részesült Veres Gábor szobrászművész. Az elismerést a Pesti Vigadóban adta át az Emberi Erőforrások minisztere. Veres Gábor Szegeden tanult, majd a képzőművészeti főiskolán diplomázott. A Szombathelyi Művészeti Gimnázium meghatározó művésztanára volt, kiváló pedagógiai érzék jellemzi. Csak nem 100 köztéri szobra áll az ország több pontján és a határokon túl is. Ismert és szeretett munkái Szent II. János Pál pápa, Brenner János, Vörös Sándor és James Joyce szobra Szombathelyen. Számos díj, elismerés birtokosa. Hegyfalun él és dolgozik. Március 15-e a forradalom ünnepére készülődik a város. Ezt hozza címlapján a Szavária Fórum legfrissebb száma. Olvashatnak Vidos József és Hübner János 48-as hősökről is. A további tartalomból. Folytatódik a kórházzal szembeni parkolók ügye. Balogunyomi kerékpárút, látszik az alagút vége. Szombathely gyásznapja, a bombázás emlékezete. Önkéntesként a magyar-ukrán határon Vince Bence beszámolója. Fájóan közeli a háború, 11 tonna adomány gyűlt össze. Bizonytalanságot hozott a háború, benzinpánik a kutaknál. A sportoldalakon a Falkó és a Haladás hírei. Új bemutatóval jelentkezik a Vörös Sándor Színház. Voltaire Candide vagy az Optimizmus című műve alapján Nagy Péter István rendezi a darabot. Műfaja pikareszk, azaz próbatételes kalandregény. A 18. századi történet mai köntösbe bújtatva, de a főbb sarokpontokat megtartva tárul a közönség elé. A túl pozitív világnézet olykor émeítő. Ez az üzenete a Vörös Sándor Színház új bemutatójának. Aki a kultúrát szereti, azt a kultúra is viszont fogja szeretni. Ilyeténképp tehát bátran leszögezhetjük, hogy mi itt ma este mindannyian a kultúra szeretetének záloga jegyében gyűltünk össze. Televíziós műsorral indul az előadás, mely a gondtalan szórakozást ígéri. Felbukkan az író is az utazás történetben, mint állandó narrátor. Candide és Kunigunda frissen fellángoló szerelme hamar kiderül a báró számára, ezért a főszereplő menekülni kényszerül. Ezzel a sorsfordulattal veszi kezdetét számtalan kaland.
Az utazás történetet és a mondani valót a mai korba tették át az alkotók. El fogunk menni Afganisztánba, ami talán fontos, de lesz egy klímacsúcs is, aminek hasonló ereje van ma. Az előadást ezért lehet és érdemes mai korban játszani, mert a felnőtté válás alapproblémái korszaktól függetlenül hasonlóak. Ráadásul a színészek virtuóz módon a nézőtéren és a kamerának is játszanak, melynek képét kivetítve figyelhetik a nézők. Na, szóval azt állítja, hogyha hazudik a világnak, akkor az már jobb helyez, mi? Tudja, mi a különbség kettő között? Maga tele van gyűlölettel. Látom a szemében a gyilkos indulatot. Domonkos Zsolt vendégeskedik Panglosz mester, vagyis pangolozi tanár úr szerepében, aki Kandid állandó kísérője és tanítója. A Panglosz mester, azt mondanám róla, hogy egy picit ilyen afféle haszonleső ember, vagy szóval mindig a könnyebb utat keresi, vagy szóval, tehát hogy ő azt vallja, hogy minden a legjobban van ebben a világban, és ez a világ a világok legjobbika, egészen addig, amíg a baj nem vele történik. Az pedig akad bőven. Eldorádon keresztül hosszú út vezet a filozófiai gúnyiratban, melyben napjaink tragikus és komikus elemei szerepelnek. A mű legfőbb tézisei megmaradtak. Ezeket a legfőbb téziseket, ezek szerepelnek ebben az előadásban is. Egyébként inkább az alakokat tartottuk meg, illetve valamennyire a regénynek a szerkezetét, olyan szempontból, hogy a Kandid, mint ilyen utazóregény, pikareszk, milyen helyre vándorol a főhős, és azokat, van is olyan helyszín, ami egyezik az itteni előadásban szereplő helyszínnel, van, ahol csak a helyszínnek a funkcióját tartottuk meg, de valamilyen más környezetbe ültettük. A Kandid kötelező olvasmány. Az előadásban nincs olyan tartalom, amellyel egy tévéműsorban ne találkozott volna bárki. Két felvonáson keresztül követhetjük progresszív, humoros és igazán újító Nagy Péter István rendezését. A Kandid előadást március 11-től tűzi műsorra a színház. Tizenegyedik alkalommal rendezik meg szombaton a Tóth Géza súlyemelő emlékversenyt, amely a közelgő felnőtt Európa, valamint a junior világbajnokságra való felkészülés segíti elő. A hazai színeket a haladás képviseli, a klub 9 fővel vesz részt az erőpróbán. Az ország legnépszerűbb súlyemelő erőpróbájával megkezdődik hazánk legjobbjai számára a versenyszezon. A Szavária Kupa méltán lett nemzetközileg is híres, hiszen Magyarországon ez az egyetlen pénzdíjas megmérettetés. A hétvégén már 11. alkalommal rendezik meg Szombathelyen a Tóth Géza emlékversenyt, amelyre előzetesen 84 fő adta le jelentkezését. Mivel a rendezvény egynapos, így a szervezők 60 fő nevezését tudták elfogadni, akik két kategóriában és 4 korcsoportban bizonyíthatnak a haladás sportkomplexum súlyemelő termében. A Tóth Géza nevével fémjelzett verseny előkészületeiben a szombathelyi önkormányzat ezúttal is támogatta a szervezőket. Ezt gondolom egy megtiszteltetés számunkra, hogy egy Tóth Géza nevével fémjelzett versenyt támogathat a város. Tóth Géza városunk díszpolgára és a szombathelyi sport életnek, illetve a sport szerető közönségnek azt hiszem nem kell bemutatni. A bajnokot, a sportolót, az edzőt nagyon sokan köszönhetik neki Szombathelyen a sport szeretetét. Az erőpróba ugyanakkor nem csak a sportbarátoknak és súlyemelőknek kiemelten fontos, hanem a megyei és az országos szakszövetségnek is. Természetesen mind a Vasmegyei Súlyemelő Szövetség, mind a Magyar Súlyemelő Szövetségnek a Szavária Kupa egy kiemelt versenye. Ugye, mint itt elhangzott a sajtótájékoztatón is, ez egy felkészülő verseny és egy felmérő verseny a junior világbajnokságra és a felnőtt Európa bajnokságra. Reméljük, hogy itt a pandémiás helyzet már nem fog ebbe beleszólni, viszont a tavalyi évben volt olyan, hogy versenyeket kellett elcsúsztatni. A haladás VS-e 9 súlyemelővel képviselteti magát a versenyen. Márkus Erzsébet szakosztályvezető reménykedik, hogy néhány tanítványa meglepetés eredménnyel rukkol ki. Felnőttek közül Boros Viktória, illetve Gyűrűs Barbara aspirál a felnőtt Európa bajnokságra, de vannak utánpótláskorú versenyzőink, Darabos Sára és Hegedűs Milan az IFIK között. Tehát mindenféleképpen a 4 versenytől jó szereplést, versenyzőtől jó szereplést remélek, illetve még kiemelném Pap Gézát, akitől szintén egy jó eredményre számítok.
A 11. Tóth Géza emlékverseny koszorúzással kezdődik, majd az ünnepélyes megnyitott követően a súlyemelők következnek. A rendezvény összdíjazása 820 ezer forint, a belépés ezúttal is ingyenes lesz. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!